Köszöntöm nézőinket, önök a három témát látják. Köszöntöm meghívott vendégeinket itt a stúdióban, Kovács Zoltánt, a Tenisz Szabadidő Sportklub vezetőségi tagját, és Piros Zsombort, kétszeres junior Grand Slam bajnokot. Jó estét kívánok! Jó estét kívánunk! A térségben egyedülálló, 25 ezer dolláros összdíjazású nemzetközi verseny házigazdája a héten a Gyulai Tenisz Szabadidő Sportklub. A városba az elkövetkezendő évek leendő tenisz csillagai látogattak, akik 4 kontinensről és 22 országból érkeztek. A Magyar Tenisz Szövetség még tavaly novemberben kereste fel a Gyulai klubot azzal, hogy a város lehetne az egyik verseny helyszíne, hiszen látták, hogy a település kellő figyelmet szentel a sportturizmusnak. A héten nemzetközi tenisztorna van Gyulán. Ilyen itt a környéken, Békés megyében is Gyulán sem volt még ilyen magas sportesemény. Ez hogy jöhetett létre? Igen, hát a tavaly novemberben a Richter Attila, a Magyar Tenisztársaság főtitkára felhívott engem, hogy szeretnék idén szervezni egy ilyen Xixo Hungarian Open nevű versenysorozatot, ez több helyszínből áll, 15 és 25 ezer dolláros future versenyek, ugye ezek a belépő szintű versenyek a nemzetközi szintű teniszben, ez ennek a Challenger versenyek, és utána pedig a ATP tornák különböző díjazással. Itt szerzik meg ATP pontjaikat, első ATP pontjainkat a fiatal junior tehetségek, meg itt próbálkoznak a versenyzők ugye egyre feljebb lépni a világranglistán. És Gyulára gondoltak, mivel nagyon jó Gyulának az infrastruktúrája, nagyon régen szervezünk versenyeket, korosztályos, amatőr, ranglistapontot, felnőtt ranglistapontot lehet szerezni, olyan versenyeket is, ugye magyar, ezek magyar versenyek, tehát nem nemzetközi versenyek. Nagyon tetszett nekik a lebonyolítás, és akkor úgy gondolták, hogy ezt idehoznák Gyulára, és elvállaljuk-e. Akkor összeült ugye a teniszklub vezetősége, és rábújtottunk, meg nyilván beszéltünk előtte dr. Görgény Ernő polgármesterről is, mert azért ez bizonyos támogatás, ez szükséges a város részéről is, mert nem egy egyszerű feladat. Hogy alakult ki maga a verseny? Tehát szombaton már a selejtezőkkel indultak. Így van. Ott hányan kvalifikáltak? Így van. Ez egy 48-as selejtező táblán, zárt 48-as selejtező tábla, és akkor 41-en jelentek meg a selejtezőn. Innen 8 játékos jut föl a zárt 32-es főtáblára, ugye, és a 32-es főtáblára pedig még a Magyar Tenisz Szövetségnek van a rendezőnek, ugye, mert ő a rendező, nem mi, 4 darab szabadkártya, az pedig fiatal tehetségeknek adta oda. És a többiek pedig alanyi jogon jutnak föl ranglista szerint. Nemzetközi verseny, honnan érkeztek? 4 kontinensről és 22 országból érkeztek versenyzők. Ugye érdekes módon Mexikóból, Ekvádorból, Ausztráliából, Egyesült Államokból, Türkmenisztánból, és most nem akarom felsorolni, de nyilván az összes környező európai országból érkeztek versenyzők. A selejtezőből 8-an jutottak fel a főtáblára. A főtáblán hogy van tovább így a menet? Hát ott az is egyenes kiesés, ez ugye 32-es főtábla van, és ott ugye mennek a küzdelmek, mert az érdekessége még ennek az egésznek, hogy a főtáblán kell ahhoz egy meccset még nyerni, nem elég megnyerni a 3 selejtezős mérkőzést, a főtáblán még egy meccset kell ahhoz nyerni, hogy egyetlen egy darab ATP pontot szerezzen a versenyző, és azzal fölkerüljön a világranglistára. Tehát azért itt nagyon komolyan dolgozni kell azért, hogy valaki erre úgynevezett ATP ranglistára fölkerüljön. Milyen pályák kellenek ehhez? Tehát oké, hogy a teniszpályák ugyanolyanok, de mi kell egy ilyen verseny lebonyolításához, mi szükséges? A teniszszövetség lejött, ugye megvannak adva a bizonyos kifutó méretek, nálunk az megfelelő, a hátra, az alapvonal mögött, meg oldalra, meg kell bizonyos pályaszám. Ugye minimum 6 darab pálya kell egy ilyen verseny megrendezéséhez, és ugye ez nálunk adott. A fiatal magyar teniszezők közül pályára lépett az a Piros Zsombor is, aki idén januárban Junior Australian Open bajnok lett. Múlt héten hétvégén pedig a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokságon a Roland Garroson spanyol társával megnyerték a páros junior döntőt. Nemrég érkeztél haza második Grand Slam győzelmedből. Hogy milyen érzés egy ilyen tornán részt venni? Ez már így, még nem is az, hogy megnyerni, részt venni. Hát én úgy gondolom, hogy bármely Grand Slam tornára megérkeznek a juniorok, az egy hatalmas érzés. Mi teljesen nem vagyunk ez hozzászokva, mint mondjuk a férfiak, mert ők már mondjuk 10-20 Grand Slam tornán így részt vettek, és tudják már, hogy mi a járás. Én pedig egyébként még
Nem is vettem részt az összes Grand Slam tornán. Még most fogok menni majd először Wimbledonba, és ha megyek a US Openre, akkor is ott leszek elsőre az életembe. Szóval nagyon nehéz. Óriási nyomás van azért a játékosokon, mert mindenki szeretne jól szerepelni a hatalmas Grand Slam tornán, és szerencsére talán most tudtam először, de kizártam ezt a nagy verseny érzést, és teljesen a saját játékomat tudtam hozni, és talán ez is vezetett a páros győzelemhez. Hogy jutottál egészen az Ausztrál Openig? Tehát mikor kezdted el teniszezni, hogy jött ez az egész teniszezés, hogy tudtál idáig eljutni? Hát az elvileg úgy volt, ezt én annyira már nem emlékszem, de nagyon kicsi koromban, ugye apukám amatőr teniszező volt, Budapest első osztályban játszott egyébként, és úgy volt, hogy lelógatott egy labdát, nem tudom milyen okból kifolyólag, és azt vett észre, hogy én kezembe ragadtam a teniszhez, és két óráig ütöttem. Az volt az első ok, amiért kimentünk a pályára, kicsit kipróbálni ezt a sportot. Az Építők teniszklubba kezdtem el egyébként, ott ütöttem meg az első labdámat a pályán, és elkezdtem az ottani edzőkhöz csoportos edzésekre járni, és szerencsére szerintem belenyúltam ebbe a sportba. És hogy juthat el egy versenyző? Nagyon sok amatőr verseny természetesen, utána már komolyabb versenyek, de hogy jut el egy versenyző egészen egy Grand Slamig, egy junior Grand Slamig? Ez egy hihetetlen hosszú út, nemrég beszéltem erről az edzőmről és a menedzserről, és ő is azt mondta, hogy ez egy nagyon meredek út és nagyon hosszú. Igazából minden ott kezdődött a versenyzést illetően, hogy 9 évesen elmentem egy 10 évesek alatti versenyére a Bókai teniszklubba, Bókai kertbe, és ott volt az életem első meccse, ahol sajnos ki is kaptam. Amúgy egyébként nagyon sok vereségkel, szóval nagyon sok tapasztalat, és főleg a vereségekből kell tanulni itt az utat illetően, és tényleg nagyon hosszú, mert én ugye 8-9 évesen kezdtem el versenyezni, és ugye ezek a nagy eredmények, mondhatni nagy eredmények a Grand Slamen, ezek idénre jöttek ki. Hát azt kell mondjam, hogy egy nagyon sok millió labdaérintés, nagyon sok edzés egész nap, nagyon sok áldozattal jár, napi 5-6 órát csak ezzel kell foglalkozni, és szinte most, ahogy a Garroson jöttem vissza, nagyon sok tapasztalata egyébként. Én úgy látom, hogy a profi játékosoknál is, hogy mindent alá kell rendelni ennek, és tényleg minden egyes nap ennek kell lenni a szemed előtt. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az a cél, ami egyfolytában lebő a szemed előtt, mi az, ami legjobban motivál? Hát engem, mint még junior, a legjobb motiváció szerintem az, hogy ha elmegyek egy versenyre, óriási lehetőség az egy Grand Slam tornán, és látok minden egyes profi játékost, hogy milyenek a napjai, meccs előtt mit csinál, hogy melegít. Egyébként nem mindenki ugyanúgy, mert mindenkinek más kell, de az alap az hasonló, hogy marha sokat dolgozik, tényleg nagyon sokat kondizik, pihenő, étrend, mindennek megvan a helye, és efelé az óriás profizmus kellé fellépni. Van-e valami olyan szokásod, amit minden egyes mérkőzés előtt csinálsz, tehát akár egy zenehallgatás, bármi? Igen, van egy kis ilyen rutinom, napi rutin, nem napi rutin, de versenyrutin egyébként. Az, hogy megérkezek egy versenyre, most is így van, tegnap megérkeztem ide vonattal Gyulára, nekem mindig ez úgy van, hogy ha aznap vagy a meccs napján eszem reggeli, tevédet, vacsorát, akkor, és ha sikerrel jár, szóval következő nap nyerek, akkor ugyanazt megcsinálom, ugyanazt a szokásokat. Még mondjuk az Ausztrál Openen az is volt, hogy volt egy saját útvonalam, amit mindig a pálya felé úgy tettem meg. Mondhatnék itt még van egy pár a teniszütőm is fűződik, mert mindig ugyanaz a rezgési lapítóval játszom, ugyanazon a fajtával,
és ez a karkötő már 2 éve rajta van, és elég sok szerencsét hozott, szóval most kicsit rosszabb állapotban van, de remélem nem fog elszakadni. Megcsináltatjuk így, Gyulán. Ezzel múlik a versenyen a jó szereplésed, akkor ezt elintézzük. Igen, de az viszont megnyugtat, hogy az Augusta Open döntőben semmi nem volt a helyén, szóval nem lett meg a rezgésilapítóm, a kedvenc csuklószorítómat nem tudtam fölvenni. Semmit nem tudtam úgy csinálni, amit akartam, és így is tudtam nyerni, szóval a következőre, ha nem sikerül, akkor nem leszek kétségbeesve. A döntőbe, amikor már bekerültél, akkor milyen érzésed volt, és amikor tudatosult benned az utolsó labdánál, hogy te nyerted meg, az milyen érzés volt? Az Australian Open előtt én egyáltalán nem gondoltam volna, ezt itt most elmondom, hogy én ez végső győzelemre egyáltalán nem számítottam, meg a kiemelések is mutatják, hogy 15. kiemelt voltam, ami azt jelenti, hogy az utolsó előtti a kiemeltek közül, szóval nem igazán gondoltam a végső győzelemre, még abból az indokból sem, mert a fizikumom talán még nincs meg ahhoz, hogy egy ilyen versenyt végig tudja csinálni, amúgy az, hogy eszméletlenül jól ment a játék, az nagyon sokat segített, mert gyorsabban be tudtam fejezni a mérkőzéseimet. Mondjuk az elődöntőben 4 óra alatt jutottam be, míg a többiek ilyen 8-9 órát játszottak. Nagyon gyorsan le tudtam zárni a mérkőzéseket, ami nagyon sokat segített, mert hogy tényleg el vagyok maradva a kondit és a fizikumomat illetően. De amit kérdeztél, hogy a döntőbe, hát elvesztett szett után kicsit talán elvesztettem a reményeimet, de ott a padon ülve ott volt 1-2 perc, ott visszatudtam magamat kicsit zökkenteni, és egy hajszalom múlt az egész, szóval eszméletlen nagy öröm volt, ott el is borultam, amire nem számítottam, de ki kellett valahogy adni magamból ezt a feszültséget, meg ezt az örömöt, mert ezt nem tudtam bent tartani, szóval ott még egy fél-egy óra után, a döntő után én még egy mesébe éreztem magamat, és nem nagyon emlékszem az ottan adott interjúimra, meg semmire, szóval tényleg óriási érzés volt. Igazából annyira nem lehet összehasonlítani a páros győzelemmel, mert az is nagyon jó volt, tényleg örültünk a párommal, hogy Grand Slam bajnokok vagyunk, Roland Garroson tudtunk nyerni, az is nagyon jó érzés volt, de szinte összehasonlíthatatlan a kettő, mert ugye az egyéni az első a teniszben, úgy gondoljuk. A profi felnőttek közül ki a példaképed? Természetesen Roger Federer, nem vagyok egyedül, tudom, de most éreztem a Garroson, hogy ha ő nincs ott, az lehet, hogy nem tudok nyerni, nem amúgy nem emiatt, de ha nincs ott a Federer, akkor nekem a második kedvencem utána az osztrák Dominic Thiem, mert nagyon erőteljesen, intenzíven játszik, és ahhoz szeretnék közelíteni. A Gyulai Tenisz Szabadidő Sportklub jelenleg 6 salakpályával rendelkezik, és a közeljövőben továbbiak építését tervezik. Ez azért lenne fontos a klub számára, hiszen ezek további rangos versenyek lebonyolításához szükségesek. A Tenisz Szabadidő Sportközpont Sportklub milyen fejlesztések előtt áll? Nagyon szeretnénk, már régi álmunk az, hogy legyen esetleg egy kemény pályánk, ugye, mert esős időben meg koratavasszal meg ősszel, ugye a salakpályán nem lehet játszani, de hogyha plusz 10 fok körül van a hőmérséklet, akkor gyönyörű lehet kint teniszezni, és akkor legyen még egy hetedik pályánk, ugye, mert amikor versenyek vannak, akkor 6 pályán vannak a mérkőzések, és kell egy beütő pálya, meg 7 pálya kell bizonyos versenyek megrendezéséhez. Tehát most ez nem is a nemzetközi versenyekre vonatkozik, hanem van sok olyan magyarországi verseny, amatőr verseny is, most mondok én neked például a nemzetközi orvosbajnokság, jogászbajnokság, hova előírás a 7 pálya. És ugye szeretnénk egy ilyen fejlesztést majd elindítani. Ha minden igaz, ez kapunk támogatást a Magyar Tenisz Szövetségtől, meg remélem, hogy a város majd segít minket ebbe a dologba, hogy ez így elinduljon. Még egy utolsó gyors kérdés, igen. A férfi csapat. Jó Istenem! Igen. Ugye 3 csapatunk van a különböző bajnokságokban. Ugye van a megyei férfi csapat, ezután közik az OB3-as csapat, és van az OB2-es csapat is. Hát az OB2-es csapattal most megnyertük a tavaszi szezont, az OB3-as csapatunk második helyen szerepelt, és a megyei csapatban van egy elmaradt mérkőzés, attól függ, hogy szerepeljünk, lehet, hogy ők is fel fognak csúszni a dobogóra. Ez nagyon szép dolog lenne, és szeretném megköszönni így a csapatoknak a edzését, meg a munkáját, mert mindenki úgy áll hozzá. Meg hát még ugye nem csak a csapatoknak, hanem a
összes klubtagunknak szeretném megköszönni a rengeteg munkát, amit belefektetnek abba, hogy a klub ilyen szépen működjön, és remélem, hogy ez nagyon sokáig így is marad. Sok sikert kívánok a teniszklubnak is, és neked is további Grand Slam győzelmek. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!